Sziasztok! Itt vagyunk a Kovászna utca Sárbogárdi út sarkánál, ezen a borús ember szeles napon, és szerintem a helyszínből is kiderült, hogy miért jöttünk ide. Ha a Kovászna utcában nem ismer egyébként, nem egy olyan híres utca, akkor a Sárbogárdi útról rájöhettetek, hogy igen, itt vagyunk a déli körvasútnál. És Becske Andris után, meg Herla után szabadon, én is megcsinálom a helyzetjelentős videómat. Innen a Tétény úttól be fogjuk járni egészen a közvágó hídig ezt, és megnézzük az építkezést, meg hogy hol tart, hiszen ez nem csak az ő videósorozatuk, hanem én is folyamatosan dokumentálom azóta, amióta megépült már a harmadik vágány, sőt már előtte is, ugye a harmadik hídelem a déli összekötő vasúti hídnál, úgyhogy hát már egy jó, majdnem 4 éve filmezzük. És itt valami alkalmas, nem? Akkiemet szerelvény, azt a minden, hogy ilyet se láttam még. De igen, szóval ezt fogjuk dokumentálni, meg fogjuk nézni, hogy hol tartanak a munkálatok, és beszélni is fogunk az egészről. Ugye, aki nem tudja, már nagyon régóta tervezik, hogy kibővítsük itt a déli körvasutat, helyenként 4, illetve 3 vágányosra. Ugye 4 vágányra innentől a Tétény úttól Kelenföldig akarják, innen a Tétény úttól egészen a Ferencváros vasútállomásig pedig 3 vágányosra. És ennek több oka is van, ugye egy az, hogy itt húzódik a transeurópai koridor, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag egész Európában itt haladnak át a vonatok, és elég szűk a keresztmetszet, úgyhogy kénytelenek kiszélesíteni, hogy sokkal jobb legyen a menetrend, és 15 percenként tudjanak közlekedni a vonatok. És még ezt talán a BFK tervezte meg, Vitézi Dávidék, viszont azt érdemes tudni, hogy nem kapott akkor környezetvédelmi engedélyt, ugye a 11. kerület folyamatosan támadta ezt a beruházást, és ha jól tudom most, hogy Lázár János lett a közlekedési miniszter, érdekes módon megint kiemelt beruházásként meg tudták kezdeni a munkálatokat. Úgyhogy még környezetvédelmi engedélyt csak kaptak. Hiszen sok fa kipusztításával jár ez az egész, de kezdjük ott, hogy egyébként rengeteg fát is fognak pótolni helyette, de sokkal többet, mint amennyit kivágnak. Ez az egyik, második dolog pedig nem egy esőerdőt írtanak ki, hanem gyakorlatilag a Rézsű oldalán találhatót, ami már 1000 év a MÁV tulajdonában van, tehát nem tudom, hogy miért nem csinálhatnának azt a saját fájukkal, amit akarnak. Tehát ez olyan, mintha beleszólna valaki, hogy az én kertemben kimerem vágni a fenyőfát, ami már ott áll 20 éve. Amikor az az én kertem, meg én ültettem azt a fát, úgyhogy ezt tegyük hozzá, úgyhogy ezt a részét nem értem. Ugye nyilván érthető olyan szempontból viszont a felháborodásuk, hogy egyébként hatalmas zajjal jár itt a munkálat, hiszen jó, megnéztem egy-két híradást, és este 11 órakor meg hajnalban ütik le, kalapálják lefelé gyakorlatilag a cölöpöket, és egyébként ez hatalmas zajja jár, és nem tudnak aludni, úgyhogy ilyen szempontból érthető a felháborodásuk, de kapni fognak helyette parkot, kutyafuttatót, meg biciklisávot, és az egész egyébként úgy fog kinézni, most nem tudom szakmailag elmagyarázni, Becske Andris ebbe sokkal jobb, hogy el fogják bontani itt ezt a töltést, legalábbis így levágnak a domboldalból, ugye azért verik le a cölöpöket, hogy a töltést meg tudják tartani, és fent tudják tartani a forgalmat, nem akarják, hogy ez, nem tudom, összedőljön, és elbontják a töltésnek egy bizonyos részét, és nem ilyen domboldalos lesz, hanem egyenes. Na, ennél szakmaiban nem tudom ezt nektek megfogalmazni, remélem ez így is jó magyarázat. De akkor nézzük, hogy mi a helyzet, ne csak a történetéről beszéljünk. Valójában itt csak kordonokat láthatunk, amit eddig is megmutattam nektek, ugye itt a infoparknál, amikor nemrég jártunk itt, és mondom, ez már nem tudom, hanyadik, x-edik videó, amit készítek erről az egészről, úgyhogy nyilván folyamatosan dokumentálom, ahogy tudom, a változásokat, de látjátok, már egy darab fát nem lehet látni. Egy dologból jó lesz, hogy jobban lehet spottingolni a járműveket, viszont olyan szempontból nem jó, hogy kivágták őket, de pótolni fogják, úgyhogy
Meg azért ne sírjunk már azért a csömete fákért. Nem ezt vágták ki itt előttünk, ami már szép nagyra nőtt, hanem hát most nem tudom megmondani a méreteket, mert annyira nem mértem fel a terepet, hogy ott állnak már az új oszlopok, és egyébként visszatérve ott a Tétény útnál, jól tudom, hallottam egy ilyet is, azt mondták, hogy hozzáépítenek biztos egy hidat. Én úgy tudom és úgy hallottam, hogy teljes mértékben ki fogják cserélni egy szélesebb hídelemre, és azt le fogják majd, el fogják majd távolítani, ami ott áll, úgyhogy teljesen új hidat fog kapni. És igen, odáig négy vágányos, innentől már, ahol sétálgatunk a Sárbogárdi úton, itt három vágányos lesz a történet. Ugye több átjutási lehetőséget fognak majd csinálni, ugye, mert itt legközelebb a Budafoki útnál, bocsánat, Fehérvári útnál lehet ugye átmenni a töltésen, illetve a Tétény útnál. És itt a Fehér-Lipót köznél is lesz, Fehér-Lipót köz és Bukarest utca között, de valahol itt még meg fogják csinálni, hogy egy ilyen átjárót, hát gondolom, hogy ebből az utcából át lehessen jutni arra felé. Valamint az egyik már kész van, amit meg is fogok nektek mutatni, sőt, hát félkész állapotok vannak még. Maradjunk annyiba, hogy bontják ott a töltés alatt azt a részt, és csinálják a vasúti átjárót. Úgy értem, közúti átjárót, ugye a vasút alatt, és hát tudni kell a projektről egyébként, hogy oké, okay, hogy most zajjal járnak a munkálatok, viszont a későbbiek folyamán végig zajvédő fal lesz, úgyhogy itt a lakosság ebben a ciripelésben, madárcsicsergésben tud majd létezni, és nem kell hallgatniuk az elhaladó vonatokat. Pont most jön egy flört. Méghozzá egy martonvásári. Tudom, hogy sok embert érdekel ez. Engem nem igazán, csak annyi, hogy egy flört. Na és itt vagyunk a Mohai útnál, itt lesz a másik átjáró egyébként. Nem értem, hogy miért kell két ilyen átjáró egymás seggébe. Ugye nem sokat sétáltam, kb. Egy 2 percet az előzőtől, ahova terveznek még egyet. Ugye látjátok, itt szerintem ez egy ideiglenes híd, tehát nehogy bárki azt higgye, hogy ez végleges lesz, és amúgy nem nagyon dolgoznak, úgyhogy ugye itt jártak becskék hétvégén, én itt vagyok hétköznap, és most se látok munkálatokat, körülbelül ugyanazt az állapotot láttam, mint amit ők bemutattak a videójukban, úgyhogy hát ki tudja, hogy mikor lesz ebből valami, de nem nagyon csípkedik magukat. Jön egy újabb flirtecske, ami most áthalad az ideiglenes hídon. Azt a mindenit. Méghozzá egy csatolt egység. Aha, és most elmeri vissza az áramszedőt, akkor... Pont egy szili is áthalad. Ez az Intercity kocsikkal. Van itt bőven mit filmezni, gyerekek. De én látjátok, hogy milyen sűrű a forgalom, nemrég ment el a flört egy fél másodperce. Előtte is 2 perce ment el a martonvásári, úgyhogy még felsétáltam idáig, és elmondtam ezt a rövid kis monológot. Na jó, legyen 4 perc. De ugye ezért is nehéz ezt kivitelezni, mert ezt a hihetetlen forgalmat ki kell szolgálni. És miközben ideértünk a Fehérvári úthoz, azon gondolkodom, hogy ide miért nem terveztek vasúti megállót, amikor jó átszállási lehetőség lehetne itt a villamosokra Budafok irányába, a Savoya Park térségébe. És ugye pont ők azok, akik ugye nem tudják villamossal elérni Kelenföldet, csak ha átszállnak az egyes villamosra, míg a egyes villamoson egyébként ha Budafok, vagyis a Budapartnál átszállnának, akkor nem lennének sokkal beljebb, mint hogyha Kelenföldön szállnának át, mert végül is ott is lát tudnak szállni az egyes villamoson. Már a Tétény után szintén emiatt nincs értelme, a 19.49 Kelenföldre megy. De hát ez egy érdekes, hogy ide nem terveztek megállót. Értem, hogy nem lehet minden egyes méteren megállítani a vonatot, meg feleslegesen lassítaná a menetrendet, de ez egy érdekes tény tényleg, hogy itt meg áthalad majd a vonat. Szóval ez elég érdekes dolog, hogy miért nem áll meg itt a Fehérvári úton. Max még azt tudnám elképzelni, bár
nem hiszem, hogy ez meg fog valósulni, hogy ha a Dombóvári úton megcsinálják a villamost, akkor a Dombóvári útnál nem szabad megállítani, hanem ideig a Szerémi útig el kell minimum húzni, és akár az egyes villamos vonalán ráterelve, ugye egészen az Etelőút-Fehérvári útig közlekedni, onnan pedig, ahogyan haladnak be az egyes villamosról, a hosszú kaf villamosok Budafok kocsiszínbe, ott pedig elvinni Budafokra ezt a villamost, és akkor Budafokkal is lehetne egy kapcsolata ennek a vasúttal. Egyébként pont most megy el a Railjet, és érdekes, hogy körülbelül 15 perce nem jött vonat, úgyhogy igazából itt a sűrítésnek nem az a problémája, hogy gyakorlatilag nincsen kapacitás, mert mondom, egymás után egymás fenekében ment két vonat, most meg 15 percig semmi, és most megjelent egy Railjet, tehát igazából lehetne a menetrenden is kicsikét korrigálni, bár nem vagyok ennyire benne a menetrend szervezésben, meg nem is akarom beleütni az orromat, mert aztán kapok a fejemre, hogy hát egy ilyen laikusként mit mondom meg ezeket a dolgokat, de én nem tudom elképzelni, hogy tényleg a két vágány lenne az oka annak, hogy nem lehet ezt sűríteni. Én valószínűsítem, hogy ez azért van, mert Kelenföldön várják be egymást a személyvonatok, meg az Intercity-k, meg a nemzetköziek, és utána onnan egyszerre, egymás után, egymás segébe indulnak el, és emiatt lehetséges ez, hogy egyszerre elmegy, vagy 8 vonat, aztán semmi nem jön, és utána megint 8 vonat, tehát ezt jobban szét kéne taglalni, hogy egyenletes legyen itt a menetrend, de mondom, nem szeretném beleütni az orromat, mert egyáltalán nem értek hozzá. Mindjárt elérkezünk a Szerémi úthoz, egyébként ideig semmi érdekesség nem volt, csak ez a hosszú kordonfal, de az érdekesség, majd ha jól tudom, majd a Közvágó hídnál lesz, meg itt a Szerémi úton. Ugyanis itt a Szerémi úton, itt a Rákóczi hídnak a lehajtójánál kerültek be ideiglenes felsővezeték tartó oszlopok. Nem szeretném túragozni, mert Herlai meg Becski is filmezett már erről, és tényleg ez nem a koppintásról szól, hogy ugyanazokat megmutassam, de valóban ezek azok a elemek, amik látványosak így a felújításban. Mástról igazán nem tudok beszélni, így a kordonokat nem szeretném kielemezni, úgyhogy ezeket a látványosabb elemeket mutatom meg nektek. Picikét rázumoltam, lehet, hogy romlik így a képminőség, de ennél közelebb nem tudok jutni ezen a forgalmas úton. Nem is szeretnék, és senkit sem biztatok arra, hogy egy-egy jó felvétel élte az életét kockáztassa. Látjátok a cölöpöket, meg a munkagépeket, már lebontották a töltés oldalát. Úgyhogy ez így néz ki. És közben pedig pont érkezik egy kombinó villamos itt a ideiglenes felsővezeték tartó oszlop alatt. Látjátok, hogy azt a mindenét, olyan súlya van ennek a kombinónak, ez a 60 tonna, hogy idáig éreztem, hogy beleremegett a föld, mint a földrengés lett volna. Elképesztő tényleg, és egyébként ott a MOL torony is. Megyünk tovább, mert itt illegálisan tartózkodunk, vagyis illegálisan nem, mert át lehetett jutni, meg sehova nincs kérve, hogy magánterület, de életveszélyes itt a szalagkorlát mögött, miközben a Tátra is elhaladott. Közben eszméletlen ütemben zajlik itt a Budapart fejlesztése is, hiszen itt már a Budafoki útig kiérnek már majdnem a házak, majdnem az utcafronton vannak. Látjátok, már az utolsóakat építik. Itt vannak velünk szemben már a daruk. Ezek folyamatosan mozognak arrébb, és folyamatosan új házakat építenek. Amik ott vannak a háttérben, ez a barnás sárga, meg a fehér, ugye azok készültek el legutóbb, és már itt vannak, és lassan már beépítik itt az egész területet, úgyhogy már rá se fogunk a végén ismerni, olyan, mint hogyha a belvárosban lennénk. Elképesztő tényleg, de menjünk tovább, mert nem ezzel foglalkozunk. Csak gondoltam, egy kis kitérő, ha már itt vagyunk. És megint jön egy flirtecske. És innentől felszállunk az egyes villamosra, mert a Közvágóhídnál lesz a következő érdekes pont, csak gondoltam, ezt leszpottingolom nektek. Elhalad szépen Budapart mellett. Közben itt vagyunk már a Közvágóhídnál, és látjátok, hogy itt is a lakótelep építés, a City Pearl szintén gombamódra szaporodik, és elképesztő tényleg, hogy ők is már elérték itt a Soroksári utat. Igazából ez nem ilyen ingatlan bemutató videó lenne, meg nem szeretném reklámozni, főleg ilyen magánbefektetőket.
akik a 70-80 millióért adják a lakáskat, és nem nekünk építik, akiknek igazán szüksége lenne rá megfizethető áron. És emiatt van az, hogy mivel sok ilyen magánbefektető építkezik, ezért gyakorlatilag a közlekedés nem fejlődik mellé, hiszen egy ilyen szituációban Bécsben vagy Prágában már rég tovább húzták volna akár a hévvonalakat, és már javában készülne, de semmi. Nem tudom, hogy fogják a villamosok ezt a forgalmat elbírni, ha csak nem épül meg ide a vastállomás, de hát az pedig nem a belváros felé vezet. Úgyhogy igen, itt lesz a másik vasútállomás. Valószínűleg ki fogják szélesíteni ezt a hidat, és ha jól tudom, pont a hídnak a helyén tervezik a vastállomást, tehát eléggé futurisztikus lesz, ha elkészül. Itt vagyunk már a közvágó hídnál, vagyis inkább a Gubacsi hídnál, és itt van előttünk ez a betonoszlop, ami gyakorlatilag az új hídnak a hídfőjét fogja képezni, gyakorlatilag a Vaksti hidat fogja tartani. Megpróbálok erre menni, hogy jobban láthassátok. Itt van velünk szembe, úgyhogy valószínűleg hát egy kicsit távolabb az eredeti hídtól fog menni a másik vágány. Nem tudom, hogy egy vagy kettő vágány lesz, de én, ha jól tudom, itt már három vágányos lesz csak. És valahol ott fog becsatlakozni. Most mentek egyébként el a munkások, akik dolgoztak rajta, úgyhogy hát meg kellett várnom, mert őket nem akartam itt filmezni munka közben. Látjátok a cölöpöket is. Egyébként ott, ahol bele van verve, onnantól el fogják bontani ezt a domboldalt, úgyhogy hát ilyen tök egyenes sík lesz, mint ott a kőből kirakott rész, és úgy kell elképzelni majd ott a Sárbogárdi útnál is. Úgyhogy ennyi, megmutatom még a másik szögből is. Hát így néz ki másik szögből, onnan érkezik a vastíd, és pont ellenfényünk van, és gyakorlatilag tér át a másik oldalra, ahol nem látok ilyen hídfőt, úgyhogy nem tudom, hogy ott mire fogják rátenni. Lehet, hogy még nem kezdték el építeni, de azt tudom, hogy már villamospótlók járnak, hiszen itt is alakítják át a forgalmi rendet, és ugye az autósokat gyakorlatilag ráterelik a vágányokra, ha jól látjátok, itt le is van zárva az útszakasz. Most vagy az utat újítják föl, vagy ugye a híd miatt csinálják mindezt, a déli körvasút miatt, de az egy biztos, hogy egyébként holdfényjelző is van itt, úgyhogy lesz itt majd villamos forgalom, gondolom ideiglenesen, amíg kialakítják az új felsővezeték tartó oszlopokat, mint a Szerémi útnál. Én arra gondolok, hogy itt is ilyesmi megoldás lesz. Úgyhogy ennyit erről. Ide is értünk a végére, innentől már összekapcsolódik a 150-es vasútvonallal, aminek látjátok a oldala szintén meg van bontva, hiszen ugye felújítás alatt van a 150-es vasútvonal is, úgyhogy azt is építik itt szépen, és látjátok, hogy itt meg vannak védve, óvva a fák. Egyébként igen, látom, ponton már jár a villamos, és ott van egy vágányzáró, nem sorompó, hanem egy vörös tárcsa, és ott villog a BKK-s autó távolban. Nem szeretek emiatt zoomolni, mert nagyon csúnya lesz a kép, de nagyjából ez a helyzet. És én meg is szeretném köszönni a figyelmet, ennyit akartam megmutatni nektek ebből az egész déli körvasútból. Annyira nem volt még izgalmas, meg látványos, nemrég kezdték el, úgyhogy ne várjunk nagy csodákat. Ezen a beton oszlopon, meg a hát mondhatjuk betonoszlopnak, meg az új átjáró Vasti hídján kívül semmit nem lehet megnézni, ami izgalmas, de reméljük, hogy gyorsan és szépen fog majd szépülni itt a környezet, és minél előbb kész lesz ez a déli körvasút, bár azért azt mondják, hogy legkésőbb 2027-ig vagy meddig fejezik be, úgyhogy van rá 3 évig bőven, és hát valószínűleg, ahogy Magyarországon mennek a dolgok, én is hiszem, meg kell építeni még az állomásokat, ugye nem elég csak kiszélesíteni, az új hidakat beemelni, úgyhogy ez iszonyat nagy munka. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobjátok rá a lájkot, írjátok meg kommentbe a véleményeteket, és én innen megköszönöm a figyelmet, ennyi lettem volna mára, legyetek jók, sziasztok!